Milyen érzés volt? Milyen volt odakint? Hát szavakban nem nagyon lehet ezt összefoglalni. Ez a 40 éves születésnap, ez minden tűberelt. Én azt láttam, hogy ott voltunk 500-an magyarok. Mindenki a világon megtudta, hogy a magyarok kik. Megnyertük a Spirit Awardot. Hát láttalak a Facebookon. Rettentő boldog voltál, miközben a Spirit Awardot megint megnyerte a magyar csapat. Mert én tudtam. Mert én tudtam, hogy ez pedig a miénk. Ha láttad biztos nem a videót, a Smash is azt mondta, hogy szerinte nem. Én a Smash-sel ezen összevitatkoztam jó értelemben, és mondtam, hogy olyan nincsen, mi ezt meg fogjuk nyerni. Azt mondja, úristen, ilyen magyar nők kellenek, mint te vagy, mondom, ez biztos, hogy megnyerjük, és így is lett. Egy 40 éves találkozó, egy ekkora múlttal, egy ilyen stabil céggel, Rex videójával, az egész szervezéssel, az a profizmus, az a háttér, amit kaptunk, és én minősültként, amit ott élvezhettem ebbe a gyönyörű szállodába, az az ellátás number one. Biztosan tudom, hogy akkor, amikor csatlakoztam ehhez a vállalathoz, jó döntést hoztam. Hitet adott, az elkövetkezendő 40 évemet megalapozta, hiszen elmondták a Gregék többször is, hogy még csak most kezdődik ez az egész sztori. Egy dolgot tudok, minden egyes pillanatban hálát éreztem a szívemben, hogy a Forever céget képviselhetem, és Forever üzleti partner lehetek.